Nagyon fontos az UV-sugárzás elleni védelem, ugyanúgy a bőrünknek is és a szemünknek is. Az ibolyán túli sugarak 400 nanométer hullámhosszig különböző problémákat okozhatnak szemkörnyéken, szemben. A szemről tudni kell, hogy ez az egyetlen olyan szervünk, amelyen keresztül a szervezetünkbe fény hatolhat. Különböző törökközegeken keresztül, és ezeket bizony károsíthatja. Vannak rövid távú károsodások. Akár a bőrégés, a szemkörnyék eleéghet, a szaruhártyán, kötőhártyán gyulladás alakulhat ki az extrém ibolyán túli sugárzás következtében. Ezek azonnali tüneteket produkálnak. Ég az embernek a szeme, szúr, hát a gyulladt tüneteket, fényt kerül, a bőrön simán lehet látni, mint bárhol a testfelszínen a bőrégést, hogy kipirosodott. Ilyenkor természetesen tartózkodni kell a napsütéstől és a fénytől. A hosszú távú károsodások, azok viszont már komolyabbak. Itt beszélhetünk a szemfenéki károsodásról, ahol az ideghártya károsodik, az időskorú makula degenerációnak az egyik kiváltó oka a túlzott ibolyán túli sugárzás. Okozhat eltéréseket a kötőhártyában, különböző szövetburjánzásokat, illetve hát a rosszindulatú daganatokat. A gyermekeknél is nagyon-nagyon fontos az UV-sugárzás elleni védelem. Nekik még a törőközegeik tisztábbak, sokkal több ibolyán túli sugárzás kerül a szembe, a szemfenékre, ami azért évek alatt összeadódik, ugyanúgy, mint a bőr esetében. Úgyhogy nagyon fontos, hogy megfelelő védelemmel bírjanak a gyerekek. Náluk az is nagyon fontos, hogy bízzuk a keretválasztást a gyerekre. Amiben jól érzi magát, és tényleg ibolyán túli sugárzás elleni védelemmel bír az a szemüveg, napszemüveg, akkor azt választja a gyerek, mert azt fogja szívesen hordani. Nem a szülő számára kedveset, hanem ami neki kedves és tetszik. Picikéknek is van már napszemüveg, de náluk nagyon fontos a védekezésnél, hogy szűrt fényben üljenek. Akár a babakocsinak a kapucniát lehet odahajtani, kis kalapot a gyerekre adni, hogy közvetlenül a napsugárzás ne kerüljön a szembe. Ez felnőtteknél is nagyon fontos, hogy egy széles karimájú kalap lombáltal vagy épület által szűrt fényben tartózkodjanak, ami nem teljesen mentes az ibolyán túli sugárzástól, de nagy mértékben lecsökkentjük ezáltal a káros sugarak hatását. Nyilván mindenki ott veszi meg, ahol szeretné, de nagyon fontos lenne, hogy hivatalos kereskedőknél, akik garantálják az adott napszemüvegnek az ibolyán túli sugárzás általi védelmet, a napszemüvegeken feltüntetik akár a 400 nanométer UV-400 felirattal, vagy a 100%-os UV-védelemmel ellátott kis címkéjű napszemüvegeket érdemes beszerezni, illetve a különböző optikai szaküzletekben meg tudják nézni, hogy az adott szemüveg az rendelkezik-e UV-védelemmel. Nagyon fontos, mert egy rosszul megválasztott, csak színezett lencse, az nem fog megfelelő védelmet nyújtani a szem számára, sőt, még rosszabbat is tesz. Ugyanis a sötétebb lencsénél a pupilla kitágul, mert sötétben van, és emiatt sokkal több káros fény jut a szembe és a szemfenékre.